A gazdasági válság egyaránt sújtja a magánszemélyeket és a vállalkozásokat is. Ahhoz, hogy a magyar gazdaság fellendüljön, meg kell erősíteni a kis, közép, valamint a családi vállalkozásokat is. Vallja Gablini Gábor, a sikeres Gablini cégcsoport vezetője, a Vállalkozók Országos Szövetségének társelnöke. 1988-ban, amikor úgy döntöttem, hogy végképp saját lábra állok, addig másodállásban dolgoztam javítóként, és 89-ben ezt követően első között sikerült megkötnem a Peugeot-val a szerződést értékesítésre és javításra. Tehát akkor indult el a karrierem. Ma a Gablini csoportnak 5 márkája van, és 5 telephelyen vagyunk jelen, többek között Gödöllőn is. Amikor Magyarországon a 2000-es évek második felében a 0%-os induló 10 éves futamidővel a hitel legsikeresebb volt, akkor mi ezt nem forgalmaztuk, illetve nem kínáltuk a vevőinknek. Pontosan azért, mert én tudtam nagyon jól, hogy ez kifizethetetlen. Ez egy félrevezetése a hitelt felvevőnek, és akit én tudtam, lebeszéltem, inkább átérintettem olyan kondíciókra, ami egyébként tervezhető. Nem azért, mert én tudtam, hogy itt ilyen gazdasági összeomlás lesz, de józan ésszel azt én szakemberként tudnom kell, és tudom most is, hogy egy gépjármű, ahogy a szalomból kikerül, az értékét folyamatosan veszíti. Én akkor ezt kvázi veszteségként éltem meg a cégemmel, mert a sikeresek azok döntően ebből lettek sikeresek, de nekünk a veszteségünk is jóval kisebb lett az ügyfelekben, mert az ügyfelek ezt meghálálták. Rájöttek arra, hogy amit én szakmailag ajánlottam, az úgy volt helyes, és ezért is ma szerencsére kitartanak mellettünk a nehéz időben is. Gablini Gábor arra törekszik, hogy a KKV-szektort fellendítse. Éppen ezért fontosnak tartja, hogy egy olyan párbeszédet indítson el a résztvevők közt, ami elősegíti vállalkozásuk fejlődését. Azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt években Magyarországon a veszteségek döntő részét a kis és közepes vállalkozások voltak kénytelenek elviselni. Nagyon sok itt a bezárt cég, tönkrement cég. És én azt hiszem, hogy ha Magyarországot szeretnénk egy stabil gazdasággá tenni, akkor megkerülhetetlen, hogy a kis és közepes vállalkozásoknak a szerepe az felértékelődjön a gazdaságpolitikában. Ha pedig felértékelődik, mert a teljes gazdaságon belül a legnagyobb munkáltató az a kis és közepes vállalkozások, vagy a mikro családi vállalkozások köre, akkor ezáltal a vállalkozási környezet stabilabb tud lenni, Magyarország fejlődése sokkal egészségesebb lehet. Én úgy gondoltam a munkatársaimmal együtt, mind a Vállalkozók Országos Szövetségében, mind pedig a cégünkben, hogy avval tudjuk talán a leginkább segíteni a vállalkozásokat, hogyha olyan fontos információkat segítünk eljutni hozzájuk, amelyek a mindennapi vállalkozásoknál igenis nagyon fontosak. Ezért aztán élére álltunk annak, hogy Gödöllőn csináljunk egy olyan projektet, ahol a Gödöllő és térségének a vállalkozóit megszólítva egy fórumot teremtünk, ahol a gödöllői polgármesteri hivatal munkatársai, alpolgármester úr, esetleg polgármester úr, de az adóosztály vezetője, a földhivatal vezetője, tehát az, ami a vállalkozások mindennapjainak a munkáját, az életét befolyásolja egyik oldalról, másik oldalról pedig a gazdaság oldaláról, most legközelebb éppen a Nemzeti Vagyonkezelőnek a vezérigazgatója jön el ide hozzánk Gödöllőre, olyan információkat tudjunk adni, amit ők valóban tudnak hasznosítani a mindennapok folyamán. A vállalkozások fellendítésében nagy szerepet játszanak az önkormányzatok is, ezért a fórum alkalmas arra is, hogy a gödöllői és térségbeli önkormányzatok másfajta keretek közt keressék az együttműködés lehetőségeit. Hát kimondva kimondatlanul a legnagyobb problémája ma a KKV-szektornak, a családi vállalkozásoknak, az, hogy a legális szereplők mellett az elmúlt években hatalmas egyes szakmákban többszörösére nőtt az illegális munkavégzés, mint a legális munkavégző. Tehát ebben a kérdésben összefogva az önkormányzattal, önkormányzatokkal,
meg kell találnunk azt a megoldást, hogy a vállalkozók ne csak adót fizessenek, hanem az adóért idézőjelbe megkapják azt a szolgáltatást, hogy az adott önkormányzat az adott településen visszaszorítja, nem engedi érvényesülni a nem legális munkavégzést. Én azt hiszem, hogy ha ezt el tudjuk érni, akkor hihetetlen sokat tettünk a magyar gazdaság előrelépése érdekében. A fórumot üzletfejlesztési koncepcióval is kibővítik, mely szakemberek segítségével kötetlen formában hasznos információt nyújt a legális foglalkoztatásról, a munkatörvénykönyvének változásairól, vagy akár az adósságkezelésről is. Azok a vállalkozások, akik most nőnek ki a földből, és igényük van arra, hogy HR-ben, személyzeti munkában tanácsokat kapjanak, vagy nincs még tapasztalatuk abban, hogy hogyan kell egy céget, akár egy-két-három munkatársat is már irányítani, vezetni, azok itt ennek a fórumnak a keretén belül elérjék azokat a szakembereket, akik alapvetően nem profit, hanem non-profit alapon próbálnak nekik segítséget, támogatást nyújtani. A májusi fórumon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója tart előadást, valamint Gödöllőváros alpolgármestere Tóth Tibor is jelen lesz. A Gyújtópontban az üzlet című rendezvénysorozat, az pedig egy olyan havonta megrendezésre kerülő fórum, ahol a vállalkozások számára érdekes témákban hívunk elismert szakmájukban tekintélyt kivívott előadókat, akik a vállalkozásoknak segítséget tudnak nyújtani a mindennapok gondjaiban. Ebben a hihetetlenül változó üzleti világban támpontokat, kapaszkodókat próbálunk nyújtani, illetőleg nem titkolt szándéka a klubnak az, hogy a Gödöllő és Gödöllő környéki vállalkozásoknak otthont adjon, hogy egy olyan lehetőséget, egy olyan fórumot biztosítson, ahol itt közösen tudunk gondolkodni, közösen tudunk gondolkozni a térségről, a városról, a vállalkozásokról és az üzleti lehetőségekről. A célunk ebben a fórummal az, hogy Gödöllő város, illetve vonzás körzetében lévő településeknek a vállalkozói, polgármesterei, olyan szakemberek jöjjenek el, akik valóban tudják segíteni a kis és közepes vállalkozásokat a mindennapokban. Az ingyenes nyílt vállalkozói fórumra május 11-én szombaton 10-től 11 óráig várják a partnereket, érdeklődőket. A rendezvény a Gablini csoport Kia márka kereskedésében lesz, címe Gödöllő Blaháni út 2.